Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. A ready. A műsorszámot Anutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit és a YouTube nézőinket, én Köböl Anita vagyok. És a mosoly letörölhetetlen az arcomról, most már legalább fél órája mindenképpen, mert hogy nagyon örülök a mai beszélgető partneremnek, aki nem más, mint Bencsik Tamara, énekesnő. Szia, sok szeretettel köszöntelek. Szia, Anita, üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket. Tudod jó, hogy a rajongásom irányodba, az gyakorlatilag 12 évre visszamenőleg csillapíthatatlan. Nagyon helyes. <laughs> és mindenkit csak erre buzdítanék. Majd mindjárt a kötődésemet is elmondjuk a hallgatóknak, de hát ugye az apropója annak, hogy te ma itt vagy velem a stúdióban, az elsősorban az, hogy visszatértél, éljen. És ez nem azt jelenti, hogy egyébként eltűntél volna a zenei pályáról, hanem sokkal inkább azt, hogy kiköltöztél ugye külföldre, ott építettél karriert, és most hazajöttetek a pároddal, és itt képzeled a jövőt Magyarországon. És szerintem annyi mindenről kell beszélgetnünk, úgyhogy bele is vágunk akkor, jó? Felkészültél? Benben. Abszolút. 12 év, az pontosan azt jelenti, hogy akkor voltál ugye aktív a hazai életben, zeneiparban, hiszen a Megasztárban ismerhettek meg a nézők, ahol Így aztán ami egészen... 15 évvel ezelőtt úristen, volt, egyébként 2008-ban, úgyhogy uha, sok. nagyon durva, gombozból is sok. Hogy emlékszel arra az időszakra? Jézusom, hát nagyon pozitívan egyébként is mindig megkérdezik, hogy megcsinálnád újra? Simán. Egyébként nagyon-nagyon szívesen, mert annyira imádtam minden pillanatát. Az, hogy minden nap voltak programok, hétfőn elmentünk ruhapróbára kedden énekóra volt, szerdán fodrászat, csütörtökön fotózás, és, és ezt annyira élveztem. És ez az egyik ok egyébként, amiért engem visszahúzott a szívem, mert nekem kell ez a pörgés, ez, hogy ide menjek, oda menjek. De a, hát a fellépések Német ugye. A vagy nem? Vagy, igen, de ott inkább a fellépések miatt meg alatt, de külön programjaink nem voltak, ugye? Mert én nem szerettem annyira tévében szerepelni, holott hívtak a, a, a Voice of Germany-be is. Ah, oh, komolyan. Ja, képzeld hát nagyon durva volt egyébként, mert. Uh, részt vettem egy castingon, ott énekeltem az Etta James-től az Etlestet, imádom azt a dal, és másnap hívtak, hogy Annyira jó volt minden, hogy nem is kell több castingon részt venned, gyere egyből a, a székfordulós versenyre, és hogy már ez olyan furi volt, hogy, hogy, már is, hogy nem is kell semmit, és már küldjük a szerződést. Na hát, amikor azt megláttam, akkor azt mondtam, hogy na jó. Annyira Köszönöm volt. Hát igen, mondjuk ugye... A, így van, hogy a, TV2-nél ugye négy év volt a, a kötelező ugye a szerződés, viszont itt hat év, Plusz az, hogy nem garantálják azt, hogy ők csinálnak neked egy lemezt, sem azt, hogy mondjuk, hogyha írsz egy dalt is, szeretnéd kiadni, hogyha az nekik nem tetszik, akkor nem adják ki, szóval itt elég durva feltételek voltak, és akkor azt mondtam, hogy na jó, nekem nincs is erre szükségem, mert tényleg annyi munka volt, meg van is idén, hála jó Istennek, hogy, hogy azt mondtam, hogy én ebből inkább kimaradnék. Figyelj csak azért, nagyon sokan vannak, például volt itt nálam Miss Mood is, ugye többen ismerik a Dórit, mint a, igen, igen. a az anyakönyvezet nevén, és ő például azt mondta, hogy ő nem feltétlenül ajánlana a tehetségkutató műsorokat feltörekvő énekeseknek. És Most már másik, nem. Na, igen. az a baj. Tehát akkor, amikor én voltam, akkor... Szerintem még volt varázsa az egésznek. Mert tényleg a, a tehetségekre fókuszáltak, viszont az utóbbi pár évben, ahogy én is visszanéztem az interneten keresztül, azért annyira megváltozott ez az egész, és már annyira nem a tehetségen alapul, hanem már inkább az, hogy mennyire vagy botrányhős, mennyire tudnak téged eladni és manipulálni. Tehát, és ez jön le szerintem az egész, az egész műsorról is, ezért annyira nem szimpatikus már. Meg, meg, az, hogy tehát a zsűri is néha megenged magának olyan kommenteket a, a kis tehetségeknek, vagy tehetségek felé, vagy aki nem is tehetséges, de szeretné, szeretne szerepelni, hogy hú, azt mondtam, uh -huh. hogy na hát azért ez már kicsit kritikán alul itt. Tényleg. Viszont Még ebben nem benne tetszett. van az, hogy kell, hogy legyen a show, mert ugye a néző számára egyszerűen ez már az igény, és nagyon nehéz azt az inger küszöböt elérni, amiért ugye a kereskedelmi csatornák versenyeznek, hogy oda tapasszák a, a nézők tekintetét és figyelmét. De a másik az, hogy ebbe törik bele sokaknak a bicskája. Szerinted, hogy mondjuk nem tudják ezt a helyén kezelni, hogyha ők esetleg olyan kritikát kapnak, ez az óriási figyelem, ez a nagyon sok kötelezettség, amivel ez jár, Éh, hogy ezen, erre nincsenek felkészítve a, a fiatalok, vagy éppen az odaérkező tehetségek, vagy miben látod ennek egyébként a, a nehézségét? Mert ugye a jó részét azt mondtad, hogy mi az, ami, ami óriási segítség is. Hát biztos, hogy ez is, hogy hogy nincsenek erre felkészülve, hogy, hogy azért szerintem, ahogy én láttam, azért ott elég komoly szavazást is kapnak. És azért ilyenkor, ha például van egy ember, aki, akiben van valami és, és tehetséges, viszont a műsor miatt lehúzom, tehát ő benne tehát úgy összetudott törni azt a, kis, azt a kis szikrát, ami őt hajtja, hogy, hogy még jobb legyen, hogy egy életre abba mm. hagyja az éneklést. És szerintem ez, 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 ez nem jó, nem így kéne bánnia. Az emberekkel. Akkor ahhoz képest, hogy neked volt egy nagyon jó felfutó éve a karrierednek, például ennek a műsornak köszönhetően, és téged szerintem sokan szerettek itthon, és és imádtuk, szó, és szó. ebben már. Majd mindjárt erről is beszélünk, jó, akkor én a magam nevében beszélek, hogy én imádtalak akkor, ezt sőt, a családom nevében mondhatom így, mert szerintem nagyon-nagyon sokszor fontos az, hogy meglássuk az emberben a, a tényleg azt a fajta őserőt és tehetséget, ami benned is megvan. Mondjuk én a személyiségedet is szeretem, tehát hogy nekem nincs benne semmi olyan, ami mondjuk ön kinyitná a bicskát a zsebemben mert olyan kis őszintének érzem, amit szerintem sikerült is megtartanod az elmúlt években. Na de, hogy kanyarodjak még most ennyire messzire. Miért mentél ki Németországba? Mert hogy erről nem szól a fáma. Annyit tudunk, hogy kimentél, mert, mert akartál énekelni, zenélni, és és pont, és, és, ennyi, de hogy ahhoz, hogy az ember összecsomagolja a bőröngyét, és tényleg áttegye a székhelyét az egyébként bizonytalan ismeretlenbe, hát ahhoz szerintem kell még valami extra löket meg felhajtó erő. Na, benned ez mi volt, vagy bennetek, ugye, mert a pároddal mentél ki. Így van, így van, ez 2013 novembere volt az a hónap, amikor azt mondtuk, hogy most magunk, hagyott, magunk mögött hagyunk mindent, és új életet kezdünk. Nem volt egyszerű döntés egyébként. Tehát nagyon-nagyon sokat vaciláltunk rajta, hogy biztos, hogy szükségünk van arra, arra, hogy mindent megint a nulláról kezdjünk, mert ugye én soha a német nyelvet nem tanultam, tehát mindig angolt tanultam a suliban, és az azért, hát nagyon-nagyon el kellett rágódnunk ezen a kérdésen, de végül az a jó, hogy a párom is annyira ambíciózus, mint én. Tehát soha nem elégedett meg azzal, ami éppen van, hanem mindig többre törekedett és úgy én ugyanez a típus vagyok. És annyi segítségünk volt, hogy ő neki az édesapja már kint élt. Úgyhogy kiköltöztünk nekem nagyon nehéz évben volt a 2012-es év, ugye én akkor szálltam ki a, a, négy éves kapcsolatomból, illetve abban az évben veszítettem el az édesanyámat, és akkor azt mondtam, hogy fú, tele, tele van a hócipő mindennel, sőt még azt tette az ír a pontot, amikor felhívtak egy újságból, és mondták, hogy hát Tamara, gyere írni kéne valami rólad, mert valamit rólad, mert elveszel, hát nem hallanak rólad az emberek, és akkor Mondtam, hogy jó, hát írjuk meg, hogy ahogy a, ahogy a Mr. President-tel fogok énekelni például, mert azt mondtam, nekem ez egy nagy újság volt, és egy, egy nagy dolog, hogy azért egy egy világsztárral koncertezhetek. És akkor azt mondták, hogy hát jó, de az annyira nem hírértékű, és akkor benyakték, hogy mi lenne, ha kitalálnánk egy sztorit, hogy... hogy állapotos lettél, és elvetéltél. Ez Ez annyira igaz, amennyire most itt ülök. És akkor azt mondtam, hogy oké, okay, így leraktam a telefont, és mondtam, hogy én biztos, hogy soha többet nem, nem, nem akarok ilyet meg, nem ezzel akarok címlapokon lenni. És hát mondom, az volt a hab a tortán, és akkor mondtam, hogy na, jó, most, most menjünk. Úgyhogy... Ez a menéshez kilenc évig tartott. Igen, nem is jöttetek vissza egy darabig. Fellépni jártunk egyébként haza akkor a, a párommal. Ugye akkor megalapítottuk az Animód nevű formációt, ahol ugye elektronikus zenét gyártunk, otthon a mi kis home stúdiónkban, <laughs> és ez olyannyira sikeres volt, hogy minden évben jártunk haza egyébként, és minden koncertünk teltházas volt, ami brutális, és ami még jobb, figyeld, most is rá ez a hideg, hogy amikor elindult az Animód, és hazajöttünk egy-két-három év után, miután kiköltöztünk, és énekelem, és, és, a közönség énekli vissza azt a dalt, amit te írtál a stúdiódban, éjszakákon át, és erődet, energiádat beleadtad, és ez egyszerűen ez egy olyan visszajelzés, hogy pff, na ezért már megéri ezt csinálni. Kézzel tapintható itt a stúdióban az a, az a pozitív életszemlélet, az az energia, az az elán, amivel azt gondolom, hogy te mindenbe is beleteszed magadat, legyen az zenélés, magánélet, emberileg, az emberi kapcsolatok. De ilyenkor mi már ugye hajlamosak vagyunk, akik külső szemmel látunk téged, titeket, akik elértetek valamit, már csak azt látni, amit elértetek. De az odáig vezető út, az, az mindig, hát izgalmakkal van tele tűzdelve. Így van. És azért sokan vannak úgy, hogy kimennek külföldre, és még el kell kezdeni ők, nem tudom, a mekiben dolgozni, vagy elmenni takarítani, mert mondjuk a megélhetet, tehát valamiből biztosítanod kell a mindennapjaidat, és mellette foglalkozol azzal, amit mint karrier szeretnél felépíteni. Hát gondolom, hogy azért nálad sem, vagy nálatok sem az történt, hogy kimentetek, és akkor egyből a legnagyobb szórakozó helyek hívtak fel benneteket. Egy kicsit avas be minket abba az útba, amit így át kellett, amin át kellett rágnotok magatokat ahhoz, hogy aztán hívtak benneteket bulikba, hívtak ugye rendezvényekre, esküvőkre, aminek köszönhetően visszahívtak itthon, hiszen azért szakmailag benne kellett maradni ebben a körforgásban. Hú, egyébként most meg fogsz lepődni, de mi is, amikor kiköltöztünk, akkor nagyon vaciláltunk, hogy na most akkor mihez is fogjunk, vagy hogy fogjunk egyáltalán hozzá, vagy mi csináljunk, hogy tanuljuk a nyelvet, mert ugye hát nulláról indultunk, pénzünk se volt annyira, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt az első, az első, évünk, a nyelvet azt úgy tanultuk, hogy a lakásba, a cetlire mindenhova ráragazgattuk, hogy ez a dert is, az a ders túl, meg a külsránk, meg minden. Szóval lassacskán így, így indultak a dolgok, illetve a párom ő az építőiparban helyezkedett el az édesapjával, és akkor én meg olyan rosszul éreztem magam, hogy én meg otthon vagyok, mondom, basszus, valamit kéne nekem is csinálni, és akkor kipattant a fejemből, hogy na, akkor nézzünk ilyen hirdetéseket, mik vannak az újságban, hát ugye most a zene az amúgy is nagyon nehez, na, nagyon nehezen alakított ki a kapcsolatokat, ha nem mozogsz abban a Földesem. körben, úgyhogy mondom, na jó, most valamit kell csinálni, és találtam egy hotelt, ahova... Ö, nem, titok, takarítónőket kerestek. Akkor ezek Ennyi, igen, oh, Figye, a akkor. Ennyi, igen, pontosan. Figyelj, nekem a munka soha nem volt büdös, hogy így mondjam. Én dolgoztam felszolgálóként életemben, fitnessedzőként edzőként is, minden. Tehát én, én abszolút nem volt szégyen, bármit, bármit elvállaltam. Úgyhogy. Elmentem, ugye volt egy ilyen próba, próbanap a takarításnál, ahol azt mondták, hogy akkor majd 20 eurót kapok, és én tökre megörültem. Hát és ha már én valamit csinálok, akkor azt, azt tényleg 150%-osan csinálom, hogy, hogy tényleg meg legyenek velem elégedve. Porszívózás volt, ágyneműcsere, csere, portalanítás, szóval minden, amit el tudsz képzelni. Uh, majd másnap uh, visszahívtak, hogy uh, nincs velem baj, minden nagyon jó, de hogy a, a, a másik takarítónő meggyógyult, mert beteg volt, és akkor uh, és nem kell többet jönni. És akkor mondtam, hogy jó, és akkor hogy intézzük el a, az anyagiakat, meg minden. Hát, hát hogy ez, ez, két nap lett volna tulajdonképpen, úgyhogy hát jól uh, átcsesztek, hogy ja, hát, mondjam. Tök jó, én átveréssel indult az uh -huh, egész, meg is használták azt, hogy most gyorsan beugrottál egy próbanapra. Igen. És mondjuk, oké, nevezzük az, hogy anyagilag nem jelentett nagy törést, mondjuk az a... Egyébként miszerű. nem, csak, csak olyan csak az rosszul esett. Így van, így van, hogy Basszus, én idejöttem, megcsináltam, és egy köszönömet nem kaptam. Szóval, tehát már akkor lehetett érezni a, a, a németek felől ezt a, ezt a kisebbséget, meg a bevándorlót. Tudod, mert a németek Komolyan. szeretik azt mondani, hogy Ausländer, hogy, hogy bevándorló vagy. És, és ezt éreztetik is veled az a baj. Ebben egyébként, és természetesen nem akarom politikai színezettel átítani, de az, hogy azon tudom, hogy hogy bevándorló vagy, az, hogy mondjuk magyar vagy, az, az megjelent, mint olyan, vagy ez, hogy outsiderként ott vagy, bocsánat, én nem beszélt németet. Megtaníthatlak. azt kell mondanom. Auslander. angolosan. Aus igen, úgy sikerült. Ja, egyébként igen, az a, az a bevándorló. Aha. Szóval, hogy, a, hogy, hogy, magyar lányként, vagy akár az, hogy vajdasági lányként, mert ugye nálad nem tudom, hogy ez ilyenkor, amikor mész egy állásinterjúra megjelenik-e, mint tényező, ezt érezted, vagy egy ilyen fentebb stíl volt? inkább ez a, ez a, mind a kettő tulajdonképpen, ami, ami azért elég ilyen lekezelő, és ott tudod rossz, hogy mégis basszus, ugyanolyan ember vagyok, mint te, és miért kell ilyen lekezelően viselkedni, Üh, viszont, ami durva, hogy amikor ez fordult, ez a kocka, és én már nem a, a szobákat takarítottam, hanem a színpadon álltam, csillogós ruhába, és olyat énekeltem, hogy tényleg mindenki oda is, hogy wow, hogy te honnan származol, és minden, tehát az a durva, hogy ott meg így fel, felemeltek is, mint a kis királylányt érted, hmm. hogy úristen, hát jaj, milyen csodálatos, és ú, de, és honnan jött, ú Szerbiában szület, magyarok voltak a szüleid is, és egyből érdeklődőek. Szóval ez, ez nekem nagyon nem volt szimpatikus, hogy azok, akik kétkezi munkát végeznek, és tisztességgel, becsülettel, alázattal azokat, lenézik, tudod, és, és, és ez szerintem nagyon nem... Kicsit olyan nem lá, fel. alátámasztja ezt a látszatvilágot, nem? Van, hogy amikor abszolút, meg már a csillagás abszolút. volt, akkor ott akarnak lenni a köreidben, Így és van. ebben megfürdőzni. Amikor volt ez az első visszautasítás, akkor utána hogyan mentél tovább? Hát, mert az emberek vannak csalódása az életben, de kint rá voltál kényszerítve, hogy attól még muszáj, muszáj. valamit csinálni. <síns> Így van. A tovább, tovább lépés az az volt, hogy azt mondtam, hogy na jó, hagyjuk ezt nekem, én, én akkor is a színpadot szeretném. Mm. És um, uh, Most látok magam ott egy ilyen a feelinget egyébként, <laughs> ugye, mint, hogy elmondja, az első bárba felálltál a bárpultra. Olyan és volt és egyébként, tél, le, o, abszolút, le, lehet, lehet ilyet mondani rá. Mi um, amikor, amikor kiköltöztünk, azt tudni kell, hogy uh, én megismertem egy lányt, egy vikibar, aki már 11 éve barátnőm egyébként mai napig, és ő segített nekünk kint elhelyezkedni, lakást találni, bejelentkezni. Ő beszélt helyettünk mindenhol, és felhívott, hogy Tamara, Tamara, úristen! Konstanzban van egy pláza, ott van egy étterem, és kérdezed el, hogy minden csütörtökön élő zene van, és lesz egy pool parti, ahol aki szeretne, tud csatlakozni és énekelni a dalt, és benevesztelek. <laughs> Ó, mondom, szuper jó, imádlak, tökéletes, mehetünk! És elérkezett a csütörtöki a nap. Hát én természetesen szépen felöltöztem, belőttem a hajam, smink, minden. Megérkeztünk, és megismerkedtem a zenekarral, és akkor kérdezték, hogy hát mit szeretnél énekelni, és akkor mondtam, hogy a, a Rihanna-nak a Diamond című dalát. És eljátszottuk, elénekeltem, nagyon durva, még van egyébként videó is róla, az emberek felálltak és úgy tapsoltak is, akkor döbbentem rá úgy igazán, hogy na jó, nekem ezt, ezt, ezt kell csinálnom, ott a helyem. És három nap múlva hívott is a zenekar, hogy na, egy hét múlva Frankfurtban van a következő fellépés, meló, számíthatunk rád? Mondom persze, simán. És elindultam ezzel a zenekarral, akiket úgy hívnak, hogy Mi and the Heat. Imádtam őket, szóval nekem ők ilyen anyazenekar, én velük indi indultam el, és rengeteg fellépésünk volt, és később az a durva, hogy úgy jöttek oda másik zenekaroknak a vezetői, azokra a fellépésekre, ahol én a milyen de hitte zenéltem, hogy ők szeretnének engem élőbe hallani, mert annyi mindent hallottak már, hogy hú, milyen jó énekel is, hogy ú, külföldi és hogy milyen amerikai stílussal énekel meg minden, És egyébként akkor indult el az, hogy én nem tudom, én szerintem egy, egy 20-25 zenekarral biztos énekeltem wow. már. Akkor meg átestél, idézőjebben átestél a ló túloldalára, hogy kvázi kifacsartad magad. <laughs> Konkrétan. Mm -hmm. Készítettem, hogy volt egy olyan hónapom, ahol... 24 fellépés volt, ez egy októberi hónap volt, 24 fellépés soha nem fogom elfelejteni, nem is tudom, hogy hogy éltem túl, mert tényleg körbeutaztuk egész Németországot, mert azt mondtam, hogy jó, hát ez nagyon jó, meg tök jó, meg nagyon jó pénz tényleg az, hogy, hogy a fizetés az, az brutál, viszont. Ott sincs kolbászból a kerítés, például mi béreltünk egy 130 négyzetméteres lakást, ahol 1600 eurót kellett fizetni. Szóval azért vannak árakat is. De visszatérve a, az éneklésre, az egy komoly hónap volt. De viszont ez azért jó, mert megismertem nagyjából a zenekarokat, tényleg minden, szerintem minden, minden zenekarral énekeltem. És ki tudtam választani a végén azt, hogy na én melyik zenekarral szeretnék énekelni, és most vagyok három zenekarral kontaktba, akikkel járunk Németországban, és van egy zenekar a Fire and Ice, akikkel szerintem Németországban talán két fellépésünk volt, a többit az csak mindenhol Európában voltunk kétszer a Dubajban fellépni, Spanyolország, Olaszország, Anglia, úgyhogy szinte bejártok Jó, egész, egész, Európát. Még itt lassan a, műsoridőnk első fenek végéhez Jó. érkezünk, de és utána majd akarok majd a szakmán túl egy kicsit még belőled még többet ugye a, a mindennapokról és a gondolataidból, de egy gyors kérdés. Mondhatni az, hogy te ráléptél a, a világkarriert jelentő deszkákra és azon haladsz? Tehát az, hogy ennyi helyen jártál, egyáltalán Németországból sikerült egy ilyen, egy, ilyen szakmai sikert felépítenen. Vagy ez nálad nem így csapódik le? Vagy mi, mi az, amit te ebből érzékelsz? Hú. Hát világkarrier az azért nem is tudom. Az akkor már akkor van, amikor tényleg már az egész világot amikor bejártad. nem Rihanna hanem te vagy Rihanna. Konkrétan. De figyelj, én egyébként nem bánom, hogy nem vagyok olyan szinten, mint egy Rihanna vagy egy Ariana Grande, mert azért én szeretném az én életemet uh -huh. élni, és azért ott azért ott az nagyon durva életük van. Ők konkrétan nincs is életük, szerintem azoknak a nagy sztároknak. úgyhogy én abszolút meg vagyok ezzel elégedve. De azért amit letettél az asztalra, az nemzetközi szinten is egy komoly szintnek mondható. Ebből hozzánk itthon ugye kevesebb csapódott le. És pont azon gondolkoztam az imént, hogy én ugye úgy fogalmaztam meg, hogy te végül is vali világkarriert járt vagy jártál be, mi az, amit külföldön megkaptál, ami itthon nem volt? Meg még mindig egy kicsit azt akarom kutatni, hogy, egy hogy mi szó. lökött ki külföldön, miért nem maradtál meg nekünk ilyen hazai kincsként, de meg volt, tehát itt vagy, köszönjük, örülök, hogy visszajöttél, de amikor elmentél, azt én nagyon sajnáltam. Egy szó, az elismerés. Az hiányzott itt? Uh -huh. Nagyon. De nem lehet, hogy az történt, hogy azért oké okay, ismert lettél egy, egy tehetségkutató műsornak köszönhetően, de azért az elismerésért is meg kell dolgozni. És tudod, nem vonom kétségbe, azt, ami és aki te vagy, és amit le tudsz tenni. De hogy mondjuk ennek kellett volna egy kicsit több idő. De, állani. de igen, egyébként ezt is akartam mondani, hogy lehet, hogy nem hagytam ennek elég időt tulajdonképpen. Ha bár én már 2006-ban tevékenykedtem Magyarországon a Balkán Express nevű zenekarommal, és, és ugye csak később jött a megasztár, és le, egyébként van ebben szerintem valami, hogy lehet ennek több idő kellett volna, mire, mire az emberek rá feleszmélnek, hogy jaj, nézd már, tényleg milyen jó. Meg szerintem 15 éve én még nem is énekeltem olyan jól, mint most. No. Egy, ez, ez, ez tuti így van, szerintem óriásit fejlődtem, és pont azért, én, én ennek köszönhetem, hogy hogy, hogy én, én kiváltam Magyarországból, és elmentem egy picit, hogyha mondhatom így, az Amerikába, mert én nagyon sok színes bőrűvel énekelek a mai napig, és valahogy mellettük tanultam meg azt, hogy hogy légy önmagad, és, és énekelj, csak énekelj, és ne figyelj arra, hogyha valaki fintorog, vagy bármi, fogadd el azt, hogy nem szerethet mindenki, és amúgy ez tényleg így van, mert nem, nem felelhetsz meg mindenkinek, és nem is kell is, ez így van jól. És uh, valahogy hogy tőlük jött, vettem át ezt a, ezt a lazaságot a színpadon, ezt a, most ha nekem kedvem van, akkor lefekszek a földre, és ott énekelek, mert ők is ezt csinálják egyébként, és ez jó, és tényleg azt sugározzák, hogy <laughs> hogy tolj le mindent, és csak énekelj. Ennyi. És, és ez már bennem van, és szerintem azért is van ennyi fellépésem és munkám a zenekarokkal, mert ezt sugározom kifelé. Szóval én oda megyek a, az emberekhez, színpadon alig látsz tulajdonképpen, én megyek be a közönségbe, én leülök az asztalukhoz, ott énekelek nekik, átkarolom őket, együtt énekelünk, és, és, és ez kell, mert hogyha látják az emberek, hogy állsz a színpadon, és szépen énekelsz, de valahogy mégis érzik ezt a távolságtartást, tudod? Viszont ha magadat adod, és tényleg azt csinálod, amit érzel abban a pillanatban, hogy ezt, ezt akarom csinálni, és, és azt megcsinálod, akkor ez már valahogy máshogy jön mm -hmm. át nekik, és, és sokkal elfogadóbbak, és, és tehát megvan az a szimpátia, érzik az energiádat, és te ezt vissza is kapod tőlük is. Viszont én ezt Magyarországon nem éreztem. Holott pedig, amikor én itthon is énekeltem, akkor is én táncoltam mindig, mert én tényleg egy tűzről pattant vagyok, és én táncolok, megyek, énekelek, beszélek hozzájuk, és valahogy a magyaroktól ezt nem így nem így tapasztaltam, hogy. Zárkózottabbak vagyunk, igen, mi szerintem igen. eleve. Tehát nem biztos, hogy a szeretet vagy a rajongás hiánya, hanem annak a kifejezését igen. sem biztos, hogy megtanultuk. És szerintem ez, ez generációs probléma. Ez most csak, a, ha az ember saját magát szoktam mérlegelni, meg mondjuk a családi mintákat, amiket hozunk magunkkal, már ott, ott felelhető ennek a csírája. És most csak azért mondom, hogy, hogy azért nagyon sok szeretet is tud az emberekben lenni. Az a jó, hogy ezt Egyeként, kimerjük igen, adni magunkban. Na most számodra, akkor ezek szerint. Ez az elismerés mértékegysége, ami, és ami téged innen elküldött, azt most szerinted meg fogod otthon kapni, vagy ezért meg kell dolgoznod most ugyanúgy? Um, én már kezdem ezt visszakapni egyébként itthonról. Én úgy érzem, főleg amikor regisztráltam a mostani, nem tudom, hogy kimondhatom-e, Tőlem mondani nyugodtan Lehet. persze. Hát TikTok, nem tudom, mit TikTokra, mondani, de jó. TikTokra. <laughs> Szoktuk róla beszélni. <laughs> és egyébként oda kezdtem el ilyen éneklős videókat gyártani, és amikor ott kapom, tehát tényleg őszinte leszek, nagyon-nagyon kevés negatív kommentet kapok ott, és ez nagyon jó esik, hogy 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 végre most érzem azt, a, azt az elismerést tőlük is, azt mondják, hogy, hogy hogy lehetett ilyen bolond Magyarország, hogy elenged egy ilyen tehetséget is, és akkor ilyenkor az jól esik, hogy há, tehát akkor mégis, mégis valamit jól csináltam is, mert én tényleg, én, én nagy, bennem nagyon nagy a bizonyítási vágy is, és én mindig maximalista vagyok, és most már ezt így érzem a magyaroktól is viszont, hogy, hogy hogy szeretik és elismerik azt, amit csinálok. Na, akkor egy kicsit forduljunk is a lelkizősebb irányba. Mit szeretnél bizonyítani? Tehát mi, mi, miért érzed azt, hogy nagyon benne? Azért is, mert szerintem sejtem, hogy értem, hogy mire gondolsz, csak amikor tényleg van egy ilyen Isten a tehetség, aki ha megszólal azon érezni azt, hogy, 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 hogy mi van benned, mi van a tolkodban, akkor miért kell még azt extrán bizonyítani, hogy te tényleg jó vagy. Most megfogtál. Na jó, De akkor egyébként így, akkor... ez a bizonyítás szerintem ez pont azért van, mert, mert itt úgy éreztem, hogy itt el voltam nyomva egy kicsikét. Mert azért azt látjuk, hogy, hogy például a tévécsatornáknál és mindig megvannak azok a, az emberek, akiket mindig mindenhol alkalmaznak, ha mondhatom így. Hájpolnak. és, és csinálhattam én bármit. Egyszerűen nem, nem, nem voltam érdekes a számokra. És, és ez miatt volt bennem ez a, de akkor is megmutatom, hogy én is érek annyit, sőt, ha megmutatom, hogy a legjobb vagyok is, és tehát én mindig erre törekedtem. Beszéljünk akkor Viszont? az elveidről, mert úgy érzem, hogy itt, itt van benne a háttérben esetleg, hogy mondjuk van egyfajta működési mechanizmus, ahogy, ahogy mennek a dolgok, legyen az csak kapcsolatrendszer, vagy bármi, de mintha ez nem lett volna elég ezek szerint, vagy önmagában a tehetség, hanem mintha mindig valami másra lett volna szükség, nem tudom, együtt járni, bulizni, együtt elszínni, dzsangát, nem tudom, hogy <síns> csak most csak feltétlenül sok mindenki volt már itt azért interjún, és azért ezt azt csepegtetnek, és próbálom összeszedni az információiman, hogy érted, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami ellen te akartál menni. Érted, hogy a kérdésem uh -huh. lényegét? Uh, nem tudom, bennem mindig ez volt, hogy 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 megkapjam ezt az elismerést, uh -huh. hogy hogy szeressenek. Talán az. Azért nálam nagyon mély, mély nyomot hagyott, amikor ugye a tehetségkutatóban énekeltem, hogy ugye én vajdaságból jöttem, és akkor nagyon-nagyon sok bántó, rágalmazó öm, szavakkal illett, illettek egyesek, hogy, hogy te nem vagy magyar, mennyi visz, de hát ezt mindannyian megkapjuk, akik igazából nem magyarok, de szeretnének Magyarországon egy, egy, egy új életet, esetleg egy karriert befutni, és azt nem értem, hogy miért kell még mindig ezen a mai napig éreztetni emberekkel, hogy tehát ez nem, nem tudom, hogy egyetlen ele fog-e múlni, vagy, vagy bármi esmi, és uh, talán ez miatt is volt az, hogy hogy én meg akarok mindenkinek felelni, és, és uh, csak szeres, csak szeres, és ö, szerintem ez volt a fő ok, de én ebből abszolút már ki, kilábaltam, is már, már igazából a kommentek se érdekelnek, mert, tudom, hogy, hogy vannak olyan emberek, aki elvézi a kis munkáját, ö, ú, öt óra van, és akkor há, ha, hazaérek, és öt, öt, óra húszkor már írhatom a kommentet az interneten, jó, de jó lesz, és üti a mellét otthon, hogy há, én ez az, az én most megmondtam, és nekem belájkolták a komment, és ez, 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 én hát, sajnálom tudod, az ilyen, ilyen lehet, hogy a munkahelyén van egyfajta feszültség, amit uh, biztonság amúgy, én nem én az adni, ilyen embereket. És ezt a feletet tudja, és egyszerűen ott rúg, ahol úgymond a számára a legkönnyebb. És az nem biztos, hogy ellenet szól, ez, ez rong, Amúgy szóval. ez nagyon rossz lehet nekik. Nagyon. tényleg. Én elfogadom, hogy azért ő ebben szenved, csak ezt nem ismeri fel, hogy valójában miben is mitől szenved, és nem tesz ellenem. Mondtad, hogy amikor ugye kimentél, az azért neked több szempontból is egy nehéz év volt, hiszen akkor veszítetted el például az édesanyádan, és egy pillanatra, amikor otthon ezen elgondolkoztam, akkor nekem az az érzésem jött, hogy hogy, hogy, hogy mennyire voltál magányos ezen az úton. Hú. És tudod, azért is merem ezt így kérdezni, mert egyrészt kevés információ van rólad, másrészt próbálok egy picit belehelyezkedni abba, abba a lelki állapotba, amiben mondjuk ilyenkor például lehetél, és hogy hogy azért ott lenni igazából egyedül a nagyvilágban. Úgyhogy én értem, hogy ott volt melletted a párod, de... Az mégsem az. Igen, az nem, a baj. nem az, amire... Akkor érted, hogy mire abszolút, gondolok. Abszolút. Hogy, hogy ott, ott Te hogy érezted magad? Vagy milyen, milyen mélységeket és magasságokat kellett megélned? Új, hát én voltam nagyon mély ponton is. Tényleg. Főleg édesanyám halála után. Tehát apukám, ő, ő jóval előbb. Őt, 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 őt 16 évesen veszítettem el. Az már egy nagyon durva sztori volt, mert pont abban a korban voltam, amikor már volt kapcsolatom, is. én, tehát szerintem minden lány apás. <laughs> <laughs> és ugye ugyanúgy én is az voltam, és ővele szerettem mind ezeket, szerettem volna megosztani, és tanácsokat kérni tőle, de hát ugye nem, nem tudtam vele ezt megtenni, és viszont édesanyámmal is egy annyira erős kapcsolatunk volt, hát ő, ő a megasztár alatt is, ő ott volt minden egyes adáson, ő, ő brutálisan ö, motivált, és és tartotta bennem a lelket, hogyha nagyon-nagyon hogyha én amúgy nagyon ideges típus vagyok, még mai napig is, amikor énekelni kell, én brutális, jégideg a kezem, remegek, ö, kiszárad a torkom, de csak addig, amíg el nem Igen, kezdek énekelni, utána. Csinálni. Mind így van. És ö, na, és amikor még anyu is elment, hát az, 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 az nem tudom, az, az nagyon rossz érzés tényleg, amikor már nincsenek ott azok, akikre bármikor tud számítani, és, és, csak egy pár motiváló szóra van szükséged, és fölhívod, szia anyu, mi újság, és csak meghalod a hangját, és azt mondod, hogy Há, nincs is semmi bajom. És, és ez nagyon-nagyon nehéz volt elfogadni. Tehát elfogadtam, de tehát ez, soha nem, ez soha nem tudod úgy igazán tehát nem is lehet elfelejteni. Tehát elfogadod, tudod, hogy nincsen, viszont ez mindig ott marad a, ez, a, ez a gombósz, amikor, Igen. amikor Meg róla ür. van szó. Egy űr, így Igen. van, pontosan. De itt a két nővérem egyébként, akik... Hát én mindenkinek ilyen, ilyen, testvéreket kívánok egyébként, mert ők nekem, nekem minden. minden. Én, én imádom őket, nem is tudok más mondani, csak az, hogy imádom, én rajongom értük. Mert mind a kettő ugyanolyan típus, mint én, tehát ez a tűzről pattant imádom az életet, megyünk, csináljuk, nincs negativitás, csak előre is, és én ugyanez vagyok, és szerintem pont ezért van ez a nagyon, nagyon durva energia mind a két nővérem közt. És ez a nagyon nagy élet igenlés, ez nektek otthon egyébként benne volt a családi minden Abszolút, jaitokban. abszolút, igen. Tehát ez, ez ugyanúgy a anyu, anyu pont ilyen volt, úgyhogy szerintem mind a hármunkból a legtöbb anyuból van, hiszen anyukám volt ez a annyira életre való életvidám, mindenkivel jól kijött, mindenki szerette, és tehát, szerintem pont ő belőle van ez a, ez a nagyobb adag is, mm. ez, ez tök jó, és nagyon örülök, hogy én ilyen vagyok. Úgyhogy. Mi történik akkor, amikor viszont egy picit a padlóra kerülsz, vagy mondjuk ide. Zenét hallgatok. Igen, az mindig mindenből kihoz Mindig. Vagy zenét hallgatok, vagy zenét írok. Tehát ö, olyankor kell megragadni az alkalmat egyébként, amikor, amikor nagy változás van, vagy itt nagyon padlón vagy, vagy itt happiness van, akkor kell megragadni az alkalmat, mert olyankor van ihlet. És akkor, akkor születnek szerintem a legjobb dolog. Az a feltételezésem ehhez a gondolathoz, mondjuk ismerve saját magamat, hogy. Én is egy ilyen nagyon erős karakán csajszé vagyok, aki azért sok szempontból próbálja az élet jobb és vidámabb oldalt megfogni, de hát én tudok ideg állapotba kerülni. Azt otthon megtartom a négy fal között természetesen, viszont egy picit elszoktam szégyelni magamnak. Ha mondom, ezt bárki látná, hát nem hinné, hogy én vagyok, de komolyan. Ja. És amikor egy ennyire pozitív szemléletű valakit látok, akkor pont az van, mert úristen, de biztos nem is szokott így viselkedni, és nem akad ki soha, oh. de, de tudsz, ja, tehát ja, van olyan, ja. és az feszültséget levezet benned is, vagy, vagy te hogy, hogy állsz egyáltalán saját magaddal, magadhoz talán ez a jó kérdés, hogy mennyire ismered már magadat. Egyébként tudod mi van ilyenkor? Mondjuk a ja, párommal egy nagyon előszeretettel szoktunk összekapni hülyeségeken, meg apróságokon, és akkor mindig az van bennem, amit a nővérem mondott, és ő nyitotta fel erre a szememet, a Szilvia, hogy tudod ilyenkor mit csinálj? lépje ki magadból, és csak így nézd, nézd, nézd egymást, nézd magad és a, és a Gergőt, hogy mind veszekedtek is, hogy milyen hülyeségeken, és csak figyeld magad, hogy, hogy Na, ezt abban a pillanatban fel. meg tudod csinálni, amikor éppen a dühöd hát, Nem pont, pont akkor, ja. de egy pár persze rá, hogy, hogy basszus lehet, azt kellett volna tényleg csinálnom, hogy, hogy ezt elképzelem, hogy Tamara, mit csinálsz? De neked, De, de mi? miért veszekedsz ilyenen? Adjál neki igazat, és egyébként ez működik. Szóval, hogyha nincs is igaza, adjál neki igazat, lehigad mind a kettő, jobb esetben vagy, azon még jobban felcsesződik, hogy most akkor miért nem áll, és veszekszik velem, de, de egyébként ez mindig működik, hogy inkább adjál neki igazat, megnyugszol. Te is, ő is, és akkor, amikor már mindenki nyugodt, akkor szépen megbeszélitek. Teh, mert ennek a veszekedésnek én tényleg semmi értelme nincs meg, hogy ordibátok egymásra, meg poharat törtek vagy bármi esmi, és uh, ez működik. És mi a saját igazságod az életben? Mi az, amiért biztosan, hogy tűzön keresztül mennél? Hm. Hát egy jó kérdés. Bármit mondhatsz, te, tehát hogyha van olyan visszatérő szituáció, miről tudod, hogy mondjuk te azért fogal körömmel szoktál harcolni, mert az igazságérzeted is az diktálja, lehet a zenei elvek, emberi értékek, vagy nem tudom, hogy... De ha nincs ilyen... Én, én nincs... egyébként én abban hiszek, hogy, hogy és ezt pont magamból tanultam meg, hogy én, én nagyon pozitívan állok a dolgokhoz borzasztóan pozitívan, és akkor is, ha valami nagyon rossz történik velem, én akkor is addig besézem azt a témát, amíg megtalálom benne a, azt a pozitív dolgot, ami kiránt ebből az egészből. Tehát én, én, világéletemben ilyen optimista voltam. A párom egyébként pont az ellentétem, és olyankor látom ezt, hogy, 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 hogy mennyire jó dolog az, hogy az ember, hogy tényleg pozitívan gondolkozik, és, és nem temetkezik bele a gondjaiba, és uh, sajnáltatja magát, és jaj, nekem miért rossz, és ezt miből fizetem ki, és úristen, most mi lesz, hanem keresed, megpróbálod a megoldást megtalálni, és, és uh, én még úgy vagyok vele, hogy lesz, úgy is lesz valahogy, hát nem, nem, lehet olyan, hogy, hogy sehogy ne legyen, hanem de lesz valahogy is, és, és biztos, hogy minden tökéletes lesz is, és meg fog oldódni, szóval szerintem a pozitivitás az, ami engem, ami engem éltet igazán. Szerintem mi múlik az, hogy valaki viszont beleragad abba az állapotba, hogyha egy ilyen negatív hullám oh. le tudja húzni. Vivko írta nekem a háttérbe, és mondta, hogy ezt beszéltétek is, ki is lett mondva, hogy igazából ez a jéghátán is megész típus vagy, és szerintem ez egy személyiségtípus, ez egy karakter Tudom, mert én is azt gondolom, ha ez nem jön össze, még hogyha meg is húzza az ember a nagyrágsziadén, és azt mondom, rendben, próbáljuk másképpen, vagy máshogyan. De valaki nem tudja ezt a lépést megtenni. Nem? hogy, 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 hogy akkor kell szerintem mellé valaki, aki, aki kirántja ebből az egészből. Hogyha, hogyha ő saját maga nem is tud erre rájönni, de jó, hogyha van egy olyan barát, vagy, vagy a párom esetleg, aki aki olyan hatást gyakorol rám, hogy, hogy ö, tényleg elhiszem azt, hogy na jó, akkor mégis, mégis okés lesz, és, és együtt megoldjuk, vagy, vagy bármi is. Tehát motiváltál, tud téged Így van, így van. És neked mondjuk mi a legnagyobb motivációd? Mi a legnagyobb motivációm? Ami víz folyamatosan előre, az az elismerés, az lehet motiváció, a siker, vagy ezt mondjuk anyagilag Egyébként tudod mérni, a, a abszolút a számában, nem tudom bármi, ami neked mondjuk ilyen. El, ha mondhatom, akkor a siker. Aha, Aha. A siker. Mi lesz itthon? mert engem egy picit ez most foglalkoztat, <laughs> hogy visszajöttetek úgy, hogy most gyakorlatilag hátra hagytál mindent Németországban, amit eddig felépítettél? Vagy hát, az, hát az, az, ottani, az ottani életemet az mindenképp, de én ugyanúgy ö, dolgozom mind a három zenekarral, akikkel eddig is dolgoztam, mert ö, a Németországon belül is, ugye brutál nagy, mindenhova repültünk szinte, vagy vonattal utaztunk, de inkább repültünk, és én megkérdeztem őket, hogy figyeljetek már, hogyha esetleg én hazaköltöznék Hungáriba, <laughs> akkor azt megoldható, hogy én Budapestre repülök, és azt neki. T, T-nek hív mindenki, lerövidítik a tamarát. T, no problem. Ugye angolul beszélgetünk a, a Fire and arra, ott egy amerikai a, a, a származása az énekes. Szóval nem probléma az, hogy én Münchenből repülök, vagy Stuttgartból, vagy éppen Budapestre a fellépésekre. Ez már meg is történt, múlt szombaton Frankfurtban volt fellépésem, és annyira jó volt, felültem szépen a repülőre Budapesten, leszálltam Frankfurtba, és ugyanúgy vissza, és ez tényleg hát, működik, szóval tényleg tök mindegy, hogy honnan repülök, úgyhogy megmaradnak a, a fellépések. Illetve az mellett én itthon, hát van azért egy-két um, terv, egy-két opció, Ugye én a pandémia alatt a szépségiparban is tevékenykedtem, sminksulit végeztem, szempilla, hosszabbítás, minden ilyen kis beauty cuccokat, és én azt is szeretném majd esetleg itt csinálni. Azt se jelentene gondot, hogyha nem énekesnőként tudnád megvetni a lábadat, hanem akkor mondjuk egy olyan mond, civil foglalkozást kéne választanod, vagy azért ez nem szerepel a tervek között, csak mondjuk mellékesen meg tudnád tenni. A me a mellékes, a, igen, úgy mondanám, hogy, 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 az éneklés az, ugye az, az alap, az, az a fő, fő dolog, de az mellett szeretnék, szeretnék esetleg a, a szépségiparban is elhelyezkedni, vagy esetleg énekórákat adni. Uh -huh. Azt is csináltam én online annó, amire nagyon nagy volt a kereslet, de azért én mégis abban hiszek, hogy, hogy ott áll melletted a diák, mert akkor tudod neki mutatni, mi, hogy merre, meddig. Úgyhogy már meg is kerestek pár, hogy láttam, hogy hazaköltöztél, mikor énekelünk. <gül> <gül> nagyon cukik egyébként, de természetesen az éneklés van a, az első helyen. És van annyira, vagy annyira mobilis, vagy ebben is akár spontán, hogyha mondjuk itthon nem úgy jönnek be a számításai, Számításaitok, amit szeretnél, akkor, akkor újra csomagoltok és mentek, és nem nélet országban bázunk. Benne van, van a, a pakliban Igen? egyébként. Mennyi időt adtatok erre magatoknak? Egy-két évet. Egy-két évet. A, hát a párom, ő, ő annyira nem volt oda az ötletél, amikor mondtam neki, hogy hát, mi lenne, ha haza költöznénk, de nem, nem nagyon volt más választásom. De hát ő, 11 éve vagyunk együtt, úgyhogy jóban rosszban, úgyhogy ha én azt mondom, hogy gyere, most próbáljuk meg itthon, akkor ő jön, támogat, de hogyha ő esetleg azt mondaná, hogy egy év, egy év eltelte után, hogy inkább menjünk vissza, akkor azt mondom, hogy jó, hát egy Próbát megér, menjünk, csináljuk, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ez az életforma, ez mekkora, vagy milyen típusú áldozatokat kíván tőled, tőletek? kíván -e egyáltalán? Nem biztos, hogy. Kíván. Egyébként nem, nem nagyon. Most végül jó, mert hogy pörökszebben és élvezed, az látszik, ennyi, és igen. az addig jó, amíg ezt tudod élni, és így, így tudod van. Csinálni. Így van. Viszont ő tudja, hogy hogy én, tehát nekem ez ez annyira sokat jelent, hogy, hogy ő belement abba, hogy hazaköltözünk, és tudja azt, hogy én én szeretek szerepelni, tehát ezt én bevallom, és tudja az, hogy, hogy engem ez élt, tehát, hogy ide megyek interjúzni, ott egy tévét, egy ilyen interjú, rádió, nem tudom én, ez az amaz, és már, most elkezdődött ez januárban, az a pörgés, és csak így néz, hogy na, most jó, most boldog vagy? <laughs> igen, nekem még egy 11 évet kellett erre várnom, de megérte. <laughs> a szívét. De ő tényleg jó mellettem van, és én nagyon-nagyon hálás vagyok neki ezért. Megtaláltad a másik feled, ahogy szokták Abszolút. Abszolút. Tudod miért? Mert tehát ő tényleg az ellentétem, teljesen, totálisan, viszont ő az az ember, ami benne megvan, az belőlem hiányzik. Tehát ez a reális, kicsit normális, próbálj meg reálisan gondolkozni, mert én ilyen rózsaszín ködbe élek, és minden, hú, de szuper, hú, de pozitív, jaj, de jó lesz minden. Viszont ami belőle hiányzik, az bennem megvan. Ez a pozitivitás, ez a minden jó lesz, bevonzom, mert én tényleg bevonzottam eddig az egész életemet, és én ebben hiszek. Szóval így abszolút kiegészítjük egymást és szerintem én már együtt is fogunk maradni. Jaj, ez nagyon-nagyon ez szépen hangzik, és ezt jó hallani, hogy így gondolkozó. Ritka egyébként? Nem, legalábbis én azt látom most így a környezetemben. Mi hogy még abban a korban születtünk szerintem, ahol, ahol a kapcsolatok kapcsolatoknak igazán volt volt Értéke. Szóval nem az volt, hogy na most összejövünk, és akkor, jaj, de nagy a szerelem, összeázasodunk, csinálunk egy gyereket, ami tényleg nagyon-nagyon sok esetben van a mai világban, és akkor elválnak, vagy épp a tinderen élnek, vagy nem tudom is, és uh, én nagyon örülök, hogy a, a 80-as, 90-es években ugye születtem, meg születtünk, mert uh, ott, még, ott még azért az, az érezhető, tehát más, másokon is lehet érezni, hogy mi még egy kicsit úgy, úgy, a földön járunk, kicsit normálisabbak vagyunk, nem mondom, hogy a mai korosztály nem, de azért a mai korosztály azok kicsit úgy el vannak, hogy az internetvilágában, világában, ami szerintem nagyon-nagyon nem jó, mert csak így így van mindenki, és nem, nem lát szélesen, hanem csak az 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 Instagram, a TikTok, és abban élnek is, ez, ez Pont ezt teszi őket Aj. szűklátó körülvé, úgy érzed? Hát, igen. Mert hogy annyi információ van, annyi tartalom van jelen, hogy ebből aztán bőven lehet válogatni, és az ember lehet... Az a baj, hogy rossz jelentes. tartalom van. van. Igen? Az a baj, hogy rossz, rossz példák vannak az interneten, és pont ez az, amiért a mai fiatalok totálisan abban élnek, viszont úgy érzem, hogy el is vannak veszve egy kicsit. Van ebben igazságot, úgy érzem. Jó példákat jó látni és láttatni, és mondjuk az, hogy tudtok felmutatni egy biztonságos, stabil, szeretetteljes kapcsolatot, vagy hogy hogyan állsz a munkához, ezeket jó megmutatni. Így van. Így Érdekes, van. hogy egyébként ez a te karakteredből eddig, mintha úgy hiányzott volna, hogy hát erre akkor ezek nem volt szomjas a média. Meddig mész el most majd itthon? Hát gondolom, hogy igen, átterhességed, talán nem lesz, de továbbra se. De én mindenre nyitott vagyok egyébként, abszolút. Szóval akkor lesz áterhességed. Akkor most terhes de. vagy? Tamja, akkor nem. kérlek, most itt mondjuk ki, jó? Még nem, de lehet, hogy te leszel az első, aki tudni fog róla. Atya úristen, maradt egy percünk a műsorból, jó, szóval jaj. ha ez így van, akkor most kell elmondanod. Nem, egyenlőre még nem, de, de öm, tehát ter, tervem van, hogy hogyha mondhatom így, szóval úgy vagyunk vele mind a ketten, hogyha az a baba... Jönni akar, akkor jönni fog. Azért is mertem nem kérdezni ezt, és nem vájkálva, és remélem nem veszett alakodásnak, Abszolút de mondjuk nem. az áldozat az, az egy picit nekem erre is utalt halványan, de hogyha már így belevágtunk a lecsóba itt az utolsó néhány másodpercre, Például a karrieredet, karrieredet te fel tudnád áldozni a család oltárán? Tehát, hogy van benned ez a hát az. Vágy? Az elején biztos. <gül> <gül> az elején biztos. Tehát nagyon sok olyan kollégám van, akik, akik szültek, például énekes kollégák is, ők az első négy-öt hónapot otthon voltak, viszont utána visszatértek a színpadhoz. Meg lehet oldani egyébként. Ez ugye kettőn áll, kettőn áll a vásár, úgyhogy ö, szerintem abszolút megoldható és én ebben nem látok gondot, vagy bármilyen problémát, úgyhogy és sokakat össze, össze lehet hozni. Tudod, hogy annyira féltik a karriert, annyira féltik azt a sikert, amit elértek. Hogy nem is akarnak. Hogy nem is mer nem mm -hmm. merik elengedni. És, 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 azért kemény munka van mögöttetek, és azért egy intenzív évtized, gyakorlatilag most már lassan két évtized, és hát hogyha az ember ebben úgymond jól érzi magát, és belekényelmesedik, akkor lehet ott úgymond a másikonnal lehet annak a veszélye, hogy mint bizonyos értelemben áldozatokat kíván. mi is látunk sokat rá. Rajta, de úgy adunk vele, hogy mi kettőnkből valami nagyon jó kell, hogy kisüljön, úgyhogy vagy miniszterelnök lesz, vagy nem tudom. Van-e vízválasztó? mondjuk így a, a, abban a, abban, az útban, amit bejártál, amit úgy, úgy meg függ, nem tudnál csípni, talán ez a jó kérdés, hogy hogyan álltál magadhoz korábban, és mondjuk mikor érkeztél meg abba az állapotba, uh -huh. hogy kellő magabiztossággal, és önértékeléssel, és hogy bizalommal tudsz kiállni. Így van. Hát egyébként ezt szerintem lehet látni is. Tehát <laughs> pont nemrég néztem vissza az ilyen régebbi megasztáros videóimat, és hogy néztem, hogy fú, nagyon sok minden hiányzott még akkor belőlem. Hát főleg a magabiztosság, ugye, meg, meg én nem is voltam annyira megelégedve, sőt, abszolút nem voltam megelégedve magammal, mert én egyébként most lehet nem fogod én, én nagyon csúnya lány voltam, nagyon csúnya kislány voltam. Bizony. De most ezt hogy érted? De hát, kire, ez kire, ilyen, voltak a fogaim régen, pattanásos voltam, sehogy nem néztem ki konkrétan, tehát tényleg én egy rút kiskacsa voltam, esküszöm, is. erről vannak képek is a neten, ha bár ezt nem nagyon szeretném reklámozni, de ez az igazság, és um, igen, tehát nagyon, nagyon hosszú utat kellett bejárnom nekem, hogy ahhoz, hogy megelégedjem és elfogadjam magam olyannak, amilyennek engem az anya természet kitolt magából, úgyhogy euh, ha bár erről én is nagyon sokat tettem, főleg a megasztár után, amikor már euh, volt azért hírnév, és akkor már azért jobban oda kellett figyelni magadra, azért már sportolni kell egy kicsit, hogy ne mondják rá, hogy hú, de dagat, vagy ennek, amit ugye előszeretettel szeretnek az emberek, mert mindig keresik a hibákat, mm -hmm. tehát nem is az, hogy jaj, de jó énekel, vagy bármi, hanem a legkisebb hibát, ha meglátják a, rajtad, akkor azt már elkezdik vesézni, csak hogy te rosszul érezd magad. Hát, vagy annak tükrökben ők egy kicsit jobban tudják érezni magukat, nem? Tehát, I igen. hogy igen, vagy legalábbis olyan. Igen, ember vagy. Ezt igen. jó tudni. Így van, <laughs> így van, így van. És. Um, így van, a megasztár után jött el az az időszak, amikor amikor sokkal jobban elkezdtem foglalkozni magammal. De akkor a... ez külsőségekben nyilvánult meg, leginkább? Leginkább, igen, leginkább. Te nem én, szeretted én a... azt, amit a tükörben láttál? Az... Nagyon nem. Oh. Nagyon nem. Nagyon. Tehát a megasztárba kezdtek úgy igazán kikupálni a, a, kis csapat, aki ott dolgozott, ugye, és egyből, ahogy ugye megkaptuk a szép sminket szombatra, gyönyörűen felöltöztetek minket, akkor úgy éreztem, hogy ha, te jó, na most, most tök jó, nagyon jól érzem magam, szép vagy, meg minden. Úgyhogy az, az, így, az jó volt, viszont az a nehéz, amikor tényleg tök természetes vagy, amikor no filter, amikor semmi smink nincs rajtad, egy szál pizsamában állsz, vagy, vagy valamiben is, és úgy fogadod el magad igazán. Tehát szerintem az a nagy dolog, um. Ezt nehéz, ezt nehéz elérni. És Szerintem neked de... sikerült? Ez nem van? Nem mindig. Uh -huh. <laughs> Például, hát most is van rajtam egy, egy 8-10 kiló felesleg, én ezt nem tagadom, és én úgy igazán tényleg ezzel, hogyha mínusz 10 kiló lenne rajtam, akkor érezném azt, hogy na most tökéletes, akkor vagyok tényleg csúcsformában, de hát ezt nem tudod mindig tartani. Tehát főleg én, aki balkánról származom, azért én szeretek enni, ezt <gül> <gül> nem tagadom. Jó kis balkánkonyha, meg hát a magyar konyha, meg tényleg szeretek enni, de azért én igyekszem ezt a sporttal balanszban tartani. A párom, ő nagyon-nagyon ő motivál ebben, mert ő nagyon, ő nagyon sportember, és ő szeret is, szeret is jól kinézni, neki fontos is ugyanúgy az önbizalma miatt, és ebben így, így tényleg tök jó húzzuk egymásra, együtt járunk ezzel is, úgyhogy ez tök jó. Hát a, az arc, ugye, ami, ami, nekem nagyon zavaró volt kiskoromban, ugye főleg a fogaim, tehát ez nem, nem titok, én azzal nagyon megszenvedtem, most van az, hogy hí, most már merek szépen mosolyogni, és nem az van, hogy jaj, el kell takarni, vagy bármi. De szerintem ezt nagyon sokan, nagyon sokan átéljük, és nagyon sokunknak van ez a problémája. Ezzel lehet tenni. Amúgy lehet, és meg is van rá mindenféle eszköz ma már, de így akkor van. mi van azzal a nevezzük így közhelye, hogy a szépség belülről fakad? is <laughs> Igen, tudod miért? Mert nem muszáj neked topmodellnek lenned, viszont ha belül meg vagy magaddal elégedve, és rendben vagy belül, akkor te ezt sugárzod kifelé. Tehát ez sugárzod, akkor jön az energia kifelé, akkor látod, hogy basszus megérkezik, és, és sugárzik szinte, mint, mint a nap. Érted? Mm -hmm. És akkor látod, hogy ha, nem, nem kell neki topmodelnek lennie. Az már elég, hogy, hogy, hogy ő de ilyen magabiztosságot sugal, és szerintem erre mondják azt, hogy a szépség belülről fakad. Igen, meg tudod azt, hogy rendben vagy magaddal, kedves vagy az emberekkel, már, már az egy szép dolog. Az biztos, és az nagyon kell is az embereknek. Van, Mennyit számít, van. amikor a, a, csak mondjuk a szupermarketben a sorban állsz, és a mögötted lévő kedvesen szól hozzád, nem? Vagy az eladó, Igen. tehát, hogy bearanyozod, Igen. vagy te a másikhoz az is be tudja aranyozni a napodon. Most is mondtad, hogy a Gergővel, meg edzen is együtt jártok. Ti együtt Igen. dolgoztok, együtt éltek, együtt Igen. jöttök, mentek a világban, <laughs> együtt tetszetek. Figyú, hogy nem ég ki a kapcsolatotok? Tehát ez a nagyon sok együtt, ez strapás is lehet, meg nem mindig szokott ez működni. Mm -hmm. Nálatok ez nagyon jól megy. Egy picit csepegtes Abszolv. nekünk valami kis tuti tippet, mondj kérlek. <laughs> Figyelj, um, én erre nem tudok tuti tippet mondani, én csak azt tudom mondani, hogy én megtaláltam az én másik felemet. Tehát ő, ő az, akivel bármikor bármit tudok csinálni. Igaz, egy kicsit ez még majd kell rajta változtatnom. Ennek most Gergő nagyon örült, <laughs> hogy ezt így elmondtad, jó? De ő, <laughs> ezt ő tudja magáról, úgyhogy, <laughs> úgyhogy ez nem újdonság. Um, jó, voltak a mi kapcsolatunkban, és mindenhol vannak mélypontok, de szerintem pont ez a lényeg, hogy, hogy amikor mélyponton vagytok is, és az a téma, hogy na, akkor most az egyik megy jobbra, a másik balra, és hagyjuk ezt az egészet, mert nem működik. Nem, ez pont, pont azt kell csinálni, hogy igenis meg kell próbálni megoldani együtt a problémát, és kommunikálni, a kommunikációnál nincs fontosabb. De nem és, és soha ha ne ki... feküdj le haraggal. Ah, jó, okay. ez is fontos, bocs, hogy de nem túl sok ilyenkor a másikból. Tehát az ember mondjuk nem kíván az anyjával se egész nap együtt lenni, még talán a gyerekével sem, meg kell egy kis fellélegzéshez való mm -hmm. idő, amikor saját magaddal tudsz foglalkozni, saját dolgoddal. Nekem dolgottal. is volt ilyen, amikor azt gondoltam, hogy volna jó, most egy kis levegőre van szükségem, vagy bármi. Olyankor menj el, vagy csinál valamit magaddal. Tehát az nem baj, hogyha szeretnél egy egy pici időt, távol, pici időt tölteni távol tőle. Ezzel nincs probléma, mert olyankor átgondolod a dolgokat, meggondolod, hogy mi volt a probléma, neked mind kell változtatni, és olyankor le kell ülni, és megbeszélni, el kell mondani a te álláspontodat, meg kell hallgatni az övét, és hogyha ez, ez működik, hát akkor szuper, akkor nyert ügyetek van. Hát, tök jó értékeket hoztok ti magatokkal szerintem, mert ez, ez, nem mindenkinél szokott működés, sőt sokkal inkább, mint hogyha eltávolodnánk egymástól, és elfordulnánk. Úgyhogy olyan jó, hogy ezeket így kimondod, és, és láttatni, meg hallatni engeded, mert ebből szerintem sokan fognak tudni azért merítkezni, de ez önmagában még olyankor mindig nem elég. Kell, fel kell nézni rá egyébként, ez meg a mm. másik dolog, hogy, hogy érezd azt, hogy ah, igen, ő az. És tudod, ez nekem mindig megvan, tudod mikor? Amikor nekünk közös fellépésünk van. Az annyira durva a mai napig, és én ezt, ezt, mondom is neki, amikor közös fellépés van, és siker van, és visítoznak, és tapsolnak, és így ránézek, és látom, hogy ő milyen büszke erre, és jaj, hát olyankor újra érzem ezeket a kis pillangókat, és azt mondom, jaj, Úristen, de szeretem, és amúgy tényleg is ez annyira jó, hogy, hogy ő mi mindig vissza tudja hozni benned azt azért, mindig lángra lobbantja a szikrát, és ez az, ami, mert ez az, ami szerintem nagyon sok kapcsolatban hiányzik, mert, mert azt a szikrát hagyják hamuvá válni, és az a baj, hogy ez, ez nem jó. Tehát mindig tudni kell újra lángra lobbantani ezt, és akkor mindig tökéletesen működik a kapcsolat. Nem baj, ha vannak veszekedések, az kell, mert attól csak tudod ilyen. Oh, kicsit ilyen. Ezt hívják szenvedélynek, nem? Így, Tehát igen, akkor így, az, hogy van, így van, az jó. Így van. Csak tudni kell mondjuk határokat tartani, hogy ne lépj át bizonyos szinteket. Nyilván igen. De szerintem az, 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 az a legmelósabb, amikor amikor ezt a, ezt a lángot fenntartod, hogy, 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 tényleg mindig ott legyen. Ha most teszem azt, játszunk egy pillanatra gondolattal, de valami történne, és téged tényleg ledobnának a világ másik oldalán, úgy egyszer magadban, akkor, akkor van benned annyi erő, hogy képes lennél megállni a saját lábadon, vagy, vagy van egy ilyen függési viszony, mondjuk most a Gergő, főleg miután ugye beszéltünk is róla, hogy elvesztetted a szüleidet, eltűnt az a stabilitás, az az állandóság, a barátok, senki nincs ott, vagy, vagy ott akkor azért lehet, hogy egy pillanatra megrogyna a térdet, hogy na most akkor mihez kezdjél, mert azért ez ez a fajta függési állapot, de értsd jól természetesen, egy kicsit mintha kiszolgatotottál is tenni az embert, mm -hmm. hogy ezzel azért mm -hmm. óvatosan és csinyán is kell bánni. Igen, hát valószínű az lenne, hogy hogy nagyon-nagyon sajnálnék mindent, hogy most miért történik ez, és lehet, hogy egy pillanatra megrogynék, hogy mégis miért van ez az egész, és hiányzik, hiányzik a párom, vagy bármi, vagy hogy most mihez kezdek, de, de tényleg bennem annyira bennem van ez a túlélési vágy, ez a túlélési ösztön, hogy, hogy lehet, hogy egy pillanatra megrogynék, de, de de pont ez, a, ez az érzés az, ami arra késztetne, hogy de fel kell állni, és menni kell, és csinálni kell. Például am, én, amikor a szüleimet elvesztettem, én én ebbe a bánatba bele is temetkezhettem volna, mert sajnos nagyon sokan nem tudják feldolgozni egy ilyen durva traumát, és akkor jön az, hogy hogy, hogy hát attól függ... Tehát Jó, szerekhez nyúlnak például, igen, vagy, igen, vagy alkohol, vagy bármi esmi, Viszont, viszont pont ezek az érzések azok, azok az érzések, ami téged arra késztet, hogy de nem, akkor is meg tudom csinálni, fel tudok állni, és tovább megyek, és, és, és elérem a céljaimat. Szóval, és és ez, az a, ez az a pozitivitás, ami ami engem mindig előre, előre tolt. Szóval biztos, hogy tovább tudnék állni, és feltalálnám magam, miután. Érezte, érezném azt, hogy jaj, de, de rossz most nekem ür, Picsit, de meg, is. Picsi, de a igen, persze, de így van. előre. Jó, ha nem jön be az éneklés, nem jön be a smink, akkor légy szíves, motivációs előadásokat tartsál, jó. De, de jó, ezt, ezt szeretném még így, én útra való volt nekem. El kell, hogy köszönjek, át kell adnunk a stúdiót, illetve igen, magamnak fogom átadni, mert jön a következő vendégem, de hogy ö, imádlak, és nagyon köszönöm, hogy jöttél. Jó volt téged hallgatni, nagyon sok sikert kívánok itt és Léci maradj nagyon sokáig, és remélem, hogy sokat fogunk még rólad hallani, és sokat fogunk téged látni. Én köszönöm a meghívást és Ivánnak. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen én is. Bencsik Tamara volt a mai vendégem. Természetesen jövő héten is lesz hashtag no filter, nők filter nélkül. Én Szellát Vivian szerkesztőtársam nevében mindenkinek köszönöm a figyelmet. Sziasztok, szép napot, viszontlátásra, viszont hallásra. Hello. A műsorszámot a Nutriverzum támogatta.